A művészi jeleget bíró hotelban új szúnyoghálókat szereltek fel, megújultak a fürdőszobák, valamint új bútorzattal is gazdagodott az épület. Velibor Vránics igazgató elmondta, ahhoz, hogy a hotel megőrizze hírnevét, fontos a folyamatos karbantartás, újítás. Bilo je dosta popravki drvenarije, hotel je inače i po tome poznat da ima puno elemenata od drveta. Izvršeno je preslačenje nameštaja sa firmom koja nažalost nije skanjiže, ali se ispostavilo kao najbolja ponuda iz Subotice. Az önkormányzat tulajdonában lévő hotel működésére is nagyban kihatott a járványhelyzet, viszont az elmúlt hetek enyhítésének köszönhetően a szálloda újból teljes gőzzel dolgozik és várja a vendégeket. Ez a felújítás, ami megközelítőleg 600 ezer dinár értékben történt meg most az elmúlt hónapokban, ez valójában állagmegőrzés jellegű beruházás, de szükséges beruházás volt, hiszen az elmúlt évekre visszamenőleg ilyen jellegű beruházás nem történt a hotelben. Az Átgárni Hotel Magyarkon is a szívében található szálloda, mely évek óta várja a kikapcsolódni vágyókat.